65 évvel ezelőtt, 1955. május 6-án született Körtési Béla, operatőr, fotóművész, vágó. 1976-ban Kecskeméten a Kertészeti Főiskolán kertész üzemmérnöki diplomát szerzett. Ezt követően az Erdészeti Tudományos Intézet Duna-Tisza közi kísérleti állomása, tudományos segédmunkatársa, majd Alma Máterének tanszéki főelőadója volt. Később a Mafilm segédoperatőreként és fotósaként, valamint a Magyar Televízió kameramanjaként dolgozott. 1985-től a Színház és Filmművészeti Egyetem operatőr szakán tanult, és 1991-től már mint egyéni vállalkozó végezte munkáját. Számos dokumentum, reklám és tévéfilmet, és néhány játékfilmet is fényképezett. Egyebek mellett a kecskeméti 56-os eseményeket is feldolgozta. Alkotásaival több filmszemle operatőri díját elnyerte. A Mikor szolgának telik esztendeje című produkció fényképezéséért aranyszem díjat kapott. 2018. áprilisában szíve váratlanul megállt. Szerettei és tisztelői Kecskeméten a köztemetőben kísérték utolsó útjára.